Rendben, itt egy másik videóra fogunk átugrani, ez pedig a Jehova Yahweh, JHWH. Ez ugye a mindenható neve héberül, a mindenható az Jehova Yahweh vagy Yahuwah, kinek melyik szimpatikus, tetragrammaton pedig a Yod-Heh-Vav-Heh. A probléma az, hogy itt arról beszélnek ebben a videóban, hogy ez a mazoretikus írásokkal került bele az úgymond Bibliába, illetve hát abba az Ótestamentum a Tanákba, amelyet ma használnak a legtöbb fordításnál, ami a mazoretikus text, vagy mazoretikus szöveg. Azt állítják, hogy ezt ők illesztették bele, és ez nem volt ott eddig. És ha jól értelmezem, azt megértették, hogy a Jézus Krisztus és a többi azok pogány eredetű szavak, ugyanúgy, mint az Isten mellesleg, hiszen az magyar, tehát nem lehet az eredeti neve. Ha pedig tudjuk, hogy Elohim vagy Elohim az eredeti szó, akkor miért is használnánk egy pogány kifejezést, mint az Isten? A lényeg azonban az, hogy itt arról beszélnek, hogy a nevet nem tudhatjuk, nem kell tudni, illetve hogy az nem a tetragrammaton, vagyis a Jod-Hé, Vav-Hé. Oké, még néhány dolog, itt már arról van szó, hogy nem is lehetett kimondani, hogy nem mondták ki, be volt jelölve, stb. Nem tudom, hogy tudják-e, hogy azok a zsidók, akiket ők ma zsidónak hívnak, azok nem az eredeti izraelita nép, nekik egy más hagyományuk van, a Talmudra alapszik, de szerintem tudják pontosan, úgyhogy nem értem, hogy miért keverik ezeket a dolgokat ide. Az, hogy nem lehetett kimondani, vagy ki lehetett, stb. Ennek nincs jelentősége. Annak van jelentősége, ami le van írva, és az nincs leírva, hogy nem lehet kimondani, sőt, meg fogom mutatni, hogy az van kiírva, hogy igenis tudnunk kell, hogy igenis tudjuk, és hogy igenis ki kell mondanunk, hiszen ez az ő neve. Elnézést kérek azoktól, akik ezeket már kívülről fújják. Ezek a videók azoknak szólnak, akik a különbséget szeretnék megtalálni a két csatorna között, illetve eldönteni, hogy melyik az, amelyik az írásról szól. Én nem versenyezni szeretnék, én azt szeretném, hogyha a jövőben elkerülhető lenne az, hogy ez a kettő egy és ugyanaz, hogy én csinálom azt, vagy ők csinálják ezt, vagy ez a kettő nem egy és ugyanaz, én nem azt akarom mondani, hogy ők rossz emberek, egyáltalán nem erről van szó, csak az, hogy másképp vélekedünk, és sőt, szerintem nagyon hasznos, amit csinálnak, de azt nem lehet mondani, hogy a kettő egy és ugyanaz, ezt szeretném csak megmutatni mindenkinek. Ez sem ott, második Mózes 3.13.16 így szó. Mosé pedig mondta el a hímnek, íme én elmegyek a Izrael fiaihoz, és ezt mondom nékik, a ti atyátok hatalmasága küldött engem ti hozzátok, ha azt mondják nékem, mi a neve? Mit mondjak nékik? Megkérdezi Mósé egyértelműen, hogy mi a neve. Ezek után azt mondani, hogy nekünk nem kell tudni, vagy nem tudjuk, vagy nem tudhatjuk, az egy érdekes hozzáállás, hiszen Mósé megkérdezte, hogy mi a neve, és utána nem azt a választ kapta, hogy nincs nevem, nem fontos, nem kell tudni, nem kell kimondani. Hanem mit mondott? Azt mondta Elohim Mosének vagyok, aki vagyok, a Chaya Asher, a Chaya, és mondta, így szólt, szólj a Jisrael fiaihoz, a vagyok, a Chaya, küldött engem ti hozzátok. A vagyok, az a szó, a Chaya. Szóval ebben is benne van a Yah kifejezés, vagy a Je kifejezés, amit ugye Yahweh, Jehova, Yahuwah. Tehát azt nem lehet mondani, hogy nem tudjuk, vagy hogy ők illesztették bele, vagy az egész verszakokat ők illesztették bele, a mazoretikusok, ők, vagy pedig ez benne van. Ez a két lehetőség van. Arról, amiről ők itt beszélnek, hogy ez később lett bele téve, meg ez nem az eredeti neve, meg nem tudhatjuk, annak nincsen igazából az írás szerint alapja. De mindjárt haladunk tovább. A vagyok küldött engem ti hozzátok. Nem azt mondja, hogy ez a nevem, azt mondja, hogy a vagyok küldött engem ti hozzátok. Mit mond utána? És ismét mond Elohim Mosénak, így szól Jisrael fiaihoz. Az Úr, és ez a kifejezés a tetragrammaton, amiről ők itt beszélnek a tetragrammaton, ez itt, Jod, Hey, Vav, Hey. Ez annyit tesz magyarul az örökkévaló. Ez az a szó, ami itt áll, azaz Yahuwah az eredeti nyelven, vagy Jehova, vagy Yahweh. De teljesen mindegy, ez a tetragrammaton. Nem azt mondja, hogy az Úr küldött hozzátok, hiszen ha héberül beszéltek, az Úr héberül azt jelenti, hogy Baal. Azt nem mondhatta, hogy az Úr, azt sem mondta, hogy nem fontos tudni a nevet, vagy az Hashem lesz, mint a név, vagy nem ejthetett ki. Azt mondta, hogy az Úr, azaz Yahweh, vagy Jehova, vagy Yahuwah.
A tetragrammaton az, ami itt áll, és 6900 másik helyen áll még ebben a könyvben. A ti atyáitok hatalmasága, Ábrahámnak, Izsáknak, Jakobnak hatalmasága küldött engem ti hozzátok. Ez az én nevem mindörökké, és ez az én emlékezetem nemzetségről nemzetségre. Azaz elmondja a nevét, és tudjuk a nevét, sőt, tudnunk kell a nevét, hiszen a harmadik parancsolat erre szólít fel. Sajnos az sem igaz, hogy a mazoretikus írások az egyetlen, ami fennmaradt, vagy az, amiből az összes Biblia fordítás előkerült, hiszen ahogy ők is mondják, a Septuaginta az egyik, ez ugye a görög fordítás, ami nagyjából a Mashiach idejéből származik, ezen kívül van egy arámi verzió, ami az úgynevezett oltáslamatum, de ahogy látjuk itt a Tora, ami a Targum Onkelos, ez az arámi verziója a Torának, ez időszámításunk előtt 100-ból való, de vannak Targum Zsoltárok is, ami szintén az arámi verzió, időszámításunk szerint 600-ból. Szóval van egy arámi verzió. Ezen kívül van egy szír verziója is a Tanáknak. Ez a második században keletkezett, mármint a Brit Hadasá verziója, vagyis része, az új szövetség része, a Peshitta, ami a Tanák, azaz az Ószövetség, az ennél is korábbi. Tehát egy szír verziója is létezik ennek. Ez például itt az Amazonon egy úgymond Biblia, amelyik az arámi pesitából van lefordítva, úgyhogy ez még mind a mai napig elérhető. Ez a szír verziója a Brit Hadasának, az új szövetségnek. Tehát azt nem lehet mondani, hogy a mazoretikus írások azok, amelyek fennmaradtak csak és kizárólag, vagy az az, ami elérhető, hiszen több különböző forrás áll rendelkezésre, és ezek szintén használják a neveket. Felmerül egy újabb probléma az az elmélettel, hogy a tetragrammaton nem az eredeti név, hogy a Dead Sea Scrolls, azaz a holtengeri teker, csak szintén tartalmazza a tetragrammaton. Ráadásul ez a Mashiach idejéből, azaz több mint, vagyis majdnem egy évezreddel megelőzi a mazoretikus írásokat és a Septuagintával egy időben íródott. Itt láthatjuk azt, hogy szintén Wikipedia, ugye a holtengeri tekercsek esetében, hogy mind a holtengeri tekercsek, más héber írások és az arámi nyelven íródott szövegek szintén tartalmazták a tetragrammaton, azaz a Yod-Heh-Vav-Heh, illetve más megnevezéseket, mint az El vagy Elohim. Olyannyira, hogy nem csak a modern verzióját, hanem a paleo héber verzióját szintén tartalmazzák ennek a névnek. Az a hagyomány, hogy nem ejtették ki a nevet, az a második század után kezdődött el csak. Azon úgynevezett zsidók körében, akit ma mi zsidóknak hívunk. Illetve hát ugye valószínűleg a babiloniai és a talmudi hagyományok már ekkor beférkőztek a másiák, illetve az út követőinek körébe. Sőt, amit láthatjuk itt a 4Q120, ami egy görög nyelven fennmaradt írás a holtengeri tekercsekből, ez ráadásul ugye 3 Mózes Vaikra 26:2-16-ig, azaz a Tora részlete, ezek nem gnosztikus írások, vagy bármiféle misztikus dolgok, ez maga a Tora egy részlete. Ebben megtalálható a görög verziója a Yod-Heh-Vav szónak, ami Yao. Tehát a görögök is tudták, hogy a névnek jelentősége van, sőt, a görög verzióban szintén szerepel. És természetesen eltérő vélemények vannak, de felolvasok egyet, ez Van Kooten verziója, illetve véleménye, aki arról beszél, hogy a Yao, vagy a Yah, ugye a Yod-Heh-Vav-Heh-nek a görög verziója, egy kifejezetten héber megnevezése Elohimnek, vagyis akit ma mi idézőjelben Istennek hívunk, és az arámi verzióban, az arámi ugye itt papirusznak hívják, a tekercseken a héberek, akik ugye, ha jól értelmezem, Elefantinben éltek, azok úgy használták ezt a kifejezést, mint egy eredeti héber szó. Íme a verziók, melyeket használtak a tetragrammatonra, ez ugye a mai verzió, ez a paleo verzió, az az egyel régebbi verzió, és használtak a 4 pontot szintén a megjelenítésére. Ezzel is bizonyítva azt, hogy ők ismerték azt a figyelmeztetést, amely
amely elhangzik a harmadik parancsolatban, miszerint ne használjuk az ő nevét csak úgy ok nélkül. Megtudhatjuk azt is, hogy a Septuaginta, amiről a videóban hallhattok, a kurios, azaz úr kifejezés használja, ami héberül áll. Tehát nem lehetett az eredeti kifejezés. És azt is hozzáteszít, hogy ahol a héberben a tetragrammaton áll, ott ezt kicserélték ugye erre az úr szóra, vagy kuriosra. Szintén kicserélték ott, ahol Adonai, vagyis úr áll. Felhívják a figyelmet itt arra is, hogy a kurios, vagyis úr kifejezés a tetragrammaton helyén nem volt egy szokványos fordítási mód ebben az időben, még a Septuagintában sem, ugye, amit LXX-nek hívnak ugye a 70 fordító után, aki ezt lefordította. Ez a görög nyelven íródott könyvekben, mint például a Salamon bölcsessége, vagy a második, harmadik Makkabeusok, illetve a Brit Hadasá, vagy az Új Szövetség, az, amiben a Kurios átveszi a helyét az eredeti névnek, azonban, ahogy láthatjuk itt, a régebbi maradványok, azaz írásokban a tetragrammaton szerepel héberül vagy pélió-héber nyelven, és azokkal a karakterekkel. Origen és Szent Jeromos arról ír, hogy a kurios nem volt az eredeti iratokban, hanem maga a tetragrammaton szerepelt, és ráadásul az ősi héber karakterekkel, mikor ők a Septuagintáról beszélnek. Ha tovább haladunk, láthatjuk azt, hogy a legkorábbi verziói a Septuagintának, vagy az LXX-nek használta a tetragrammatont, azaz a Jod He Vav He karaktereket. Itt vannak felsorolva azok a könyvek, melyekben azok a verziók, bocsánat, melyekben használta. És fogalmam sincs, hogy hogyan kell kiejteni ezeket, de mindenki látja, ezekben mind megtalálható a tetragrammaton. Ebben a Ryland papíruszban, például 5 Mózesben használja a tetragrammatont, feltehetőleg ugyanis a négy karakter ki van hagyva, tehát üres helyek vannak ott. Következő ez a Fuad papírusz, melyben szintén 5 Mózes 10-től 33. fejezetig, ez az első századból való, ahol szintén üres helyeket hagytak ki a tetragrammatonok, a másik verzióban pedig benne voltak a karakterek. Ebben a verzióban ez a Oxyrhynchus, ebben Jób könyvében, a 42-es fejezetben látható a tetragrammaton a pélió héber változatban, stb. Stb. Ezekben az íratokban mind megtalálható a tetragrammaton vagy arra való utalás. Kurios kifejezés pedig nem. Sidney Jellicoe arról beszél, hogy a kurios az egy keresztény újítás volt, hogy a tetragrammatont a kurios kifejezéssel helyettesítették, azaz magyarul az úr kifejezéssel, és a zsidóknak verziójában a Septuagintának a héber nevek voltak azok, amik a kurios helyén álltak, azaz a tetragrammaton. A Paleo Héber, illetve az arámi verziója szintén. Ezek után megjegyzi azt, hogy a kurios helyettesíti az Adonai, illetve a tetragrammaton kifejezést, az egy későbbi gyakorlat volt a Biblia fordításnál. És az eredeti verzióban mind a tetragrammaton szerepel, vagy a pontok, vagy a pélióhéber verzió, ez a gyakorlat, hogy kuriosra, vagy úrra cserélték ki, ez a keresztény fordítók, illetve a Biblia másolóknak a gyakorlata volt. Arról beszéltünk, hogy Szent Jeromos szintén amellett kardoskodott, hogy a tetragrammaton szerepelt a Septuagintában, most olvashatjuk azt, hogy Eusebius is erről írt. Emellett láthatjuk azt, hogy a The New International Dictionary of New Testament Theology, ami annyit tesz, hogy az új nemzetközi szótára az új testament teológiának írja, hogy a ma rendelkezésünkre álló legrégebbi verziói, vagyis kéziratai az LXX-nek, a Septuagintának egyértelműen bizonyítják, hogy a tetragrammatont használták a héber karakterekkel a görög iratokban. Ha valakit érdekelnek az egyházatják, ők szintén használták a görög verzióját a Jod He Vav-nak, a Jao-nak, vagy a Jának. Itt vannak felsorolva azok, akik szintén használták, az ismertebbek közül talán Origén, vagy Alexandriai Clement, Eusebius, Epifanius, Szent Jeromos, ők mind-mind használták.
A katolikus verziója az új vulgátának 79-ben három helyen használja a Jahvé kifejezést, második Mózes 3.15, 15.3 és 17.15, 3.15 az, amit ugye az előbb megnéztünk, amikor azt mondja, hogy ez a nevem mindörökké. Egy másik probléma, ami előáll ezzel a verzióval, hogy Jehova vagy Já, és hogy abból az írásokban a mazoretikusok kicserélték, az az, hogy nem minden írás használja a mazoretikus, illetve nem minden biblia, bocsánat, fordítás használja a mazoretikus írásokat. Az egyik ezek közül például, akit érdekel, az új amerikai standard biblia, azaz a New American Standard Bible, a NASB, mely teljesen más iratokat is felhasznál ehhez, hiszen a Károli, amiről ők beszélnek, egy nagyszerű verzió, a Károli szinte szó szerinti fordítása az amerikai King James verziónak mellesleg, ami 25 kézirat fordításával jött létre az Új Testamentum, vagy az Új Szövetség esetében, míg már a több mint 5000-et fedeztek föl ezek közül. A NASB, ez a verzió, sokkal többet használ. Ezen kívül azt is megjegyzik, hogy a holdtengeri tekercsek felfedezése 1944-ben egy mérföldkő volt abban, hogy igazolja a különböző fennmaradt írások hitelességét. És ők ezt is felhasználják ebben. Ezek után még arra is felhívnám a figyelmet, hogy van egy ennél sokkal súlyosabb probléma azzal, hogy Já, vagy Jehova nem a név, amit ezek az elméletek, melyeket ők itt előhoznak, nem képesek megválaszolni. Az pedig a következő. Mint egy 120, 130, bocsánat, nevet találunk az írásban, ami Jára végződik. És ezek mind ismerősek lehetnek azok számára, akik olvassák az írást. Itt vannak ezek felsorolva angol átiratban. De a Halleluja kifejezés például, a dicsétessék Já az örökkévaló, az szintén tartalmazza a Já kifejezést. Szóval a probléma az elméletekkel az, hogy ezeket mindet meg kell tudni magyarázni akkor, hogyha valaki feliratkozik ehhez vagy ahhoz az elmélethez. Például a Hezékiás, magyarul Hezekiá, az eredeti kifejezés Jára végződik. Ézsaiás, Jesiáhu, vagy Jesiá, az eredeti kifejezés szintén Jára végződik. Az ismertebbek közül ott van Jeremiá, vagy Jeremiáhu, szintén Jára végződik. Matiáhu, vagyis Máté, Matiá, szintén Jára végződik. De ha Nehémiást megnézzük, az eredeti neve Nehémiá, szintén Jára végződik. Obdiás, Obdájá, szintén Jára végződik. Szóval ezek a nevek előfordulnak, ezeket nehéz megmagyarázni úgy, hogy ezeket mindet a mazoretikusok írták bele a könyvbe. Hiszen akkor, de Illés, Eliáhu, vagy Eliá, szintén Jára végződik. Minek külön jelentése van, ezért fontos a nevek ismerete. Mindegyik névnek megvan a saját jelentése, és az a név azért adatott annak a karakternek, mert az volt a legfőbb vonása annak az embernek, az lett a legfőbb vonása az életben. A Teremtő szeretett volna ezzel üzenni. Minden, amit ő csinál, jelentősége van. A névnek különösen jelentősége van. Ha már itt tartunk, mintegy 35 név kezdődik Jával az írásban. Például a völgy, melyben az úgynevezett Harmageddon lesz, az Jehoshaphat az eredetiben. Szintén Jával kezdődik, a jelentése Já ítél. Ezért mondom azt, hogy a neveknek jelentősége van, Jehoshaphat, ez az, bocsánat. És hogyha tudjuk, akkor sokkal mélyebben megértjük azt, hogy mi is az üzenete a könyvnek. Joel neve szintén, Jael, vagy Jéhu, Jahu, szintén. Itt az szerepel, hogy Jézus, nyilván a Jézus egyértelműen kilóg ebből a sorból. Hiszen az egy görög hangzású név. Úgyhogy ha megnézzük, hogy mi Jézus valójában, egy érdekességre hívnám fel itt is a figyelmet, ami azt írja, hogy más karakterek, akik az Új Szövetségben, a Brit Házasában Jézusnak vagy Jahusának hivattak, ehhez apostolok cselekedetei 7.45 és zsidókhoz 4.8-ban Józsué. Józsué neve ugyanaz, mint amit mi ma, illetve a legtöbben ma Jézusnak hívnak, Jahusá az eredetiben, hiszen mindjárt megnézzük, hogy honnan is jön ez a név, ugye Já megmenti az embereit, illetve a népét.
ez a jelentése a szónak. Jézusnak nincs ilyen jellegű jelentése. Akit érdekel a Jézus kifejezés, az a görög átirata, nem fordítása, hanem átirata a héber kifejezésnek, ami ugye itt szerepel Yahusha, vagy Yeshua, melynek az első két karaktere szintén a tetragrammatonból származik, a jod és a hé. Yahu, sá, a jelentése pedig já megmenti népét. Ahogy mondtam, ennek a szónak Yahusha jelentése Yahua, vagy já megszabadít. Mati Yahu 1.21, így szó, szül pedig fiat, és nevezd annak nevét Yahusának, mert ő szabadítja meg az ő népét bűneitől, nem a törvénytől, hanem bűneitől szabadítja meg. Mind a három magyar fordítás egyezik ebben. De a Easy to Read verzió megjegyzi azt is, hogy a Jézus a név jelentése Yahweh, a szabadító, üdvözítő. Yahusha, azaz a Mássiák, a megváltó, folyamatosan felhívta a figyelmünket arra, hogy a név fontos, hiszen szerepel ugye az imában ismert Mati Yahu 6. fejezetben, elmondta, jól emlékszem. Ugye a mi atyánk, azzal kezdődik, szenteltessék meg a te neved. Ha nem tudjuk a nevét, akkor mi is az a név? Miért mondja azt, hogy szenteltessék meg a neved? Miért mondja azt a harmadik parancsolat, hogy nevedd fel a nevét hiába a szádra? Akkor ezek szerint fel lehet venni, csak nem hiába, ha nem tudjuk a nevét, vagy ő nem mondta meg, akkor nem tudjuk teljesíteni azt a parancsot. Jehukanon 5.42.43. De ismerlek benneteket, hogy Elohimnek szeretete nincs meg bennetek. Én az én atyám nevében jöttem, Yahua, Yahusha, Yahu megmenti a népét, és nem fogadtatok be engem, ha más jönne a maga nevében, azt befogadnátok. Jehukadon 12.28 így szól, atyám, dicsőítsd meg a te nevedet, szózat jöve az égből, meg is dicsőítettem, és újra megdicsőítem. Azáltal, ahogyan ő járt, az volt dicsőség az atya nevének, hiszen ő hordozta az atya nevét. Mindezt azért mutatom meg, hogy mindenki el tudja dönteni, hogy fontos-e szerinte, nem fontos-e, mi a név, stb. Mindenki levonja a saját következtetését az alapján, ami le van írva, és a bizonyítékok alapján, amik rendelkezésünkre állnak. Ezeket beszéltem néktek, amíg veletek valék, ama vigasztaló pedig a Ruach HaKodesh, akit az én nevemben küld az atya. Az mindenre megtanít majd titeket, mit csinál, eszetekbe juttatja mindazokat, amiket én mondottam néktek. Egyrészt ugye ismét arról beszél, hogy az én nevemben küld. Még mutatok jó néhányat. Mindegyik nem lehet átvitt értelmű, mindegyik nem lehet véletlen, vagy hozzáadás, vagy beletoldás. Ha minek beszél annyit a névről, hogyha nem kell tudnunk? Minek emlegeti folyamatosan a nevét és az ő instrukcióit, a Torát, ha ezek már nem fontos dolgok? Ki az, aki azt szeretné, ha elfelejtenénk a nevét és elfelejtenénk az ő instrukcióit? Ezen gondolkozzon el mindenki. Arról beszél, hogy az én nevemben küld, és eszetekbe juttatja azt, amit én mondtam nektek. Mit mondott? Térj meg! Kövesd a parancsolatokat! Ez az üzenet. Ha az a lélek, amit mindenki emleget, ami benne van, arra buzdít minket, hogy ne tartsuk meg a parancsolatokat, az nem tőle jött, hiszen ő nem ezt mondta, nem ezt tanította. Jehukanon 15-15-17 így szól. 16-ossal fogjuk kezdeni. Nem ti választottatok engem, hanem én választottalak titeket. És én rendeltelek titeket, hogy ti elmenjetek és gyümölcsöt teremjetek, és a ti gyümölcsötök megmaradjon, hogy akármit kértek az atyától, az én nevemben megadja néktek. Ezeket parancsolom néktek, hogy egymást szeressétek. Azaz az ő nevében kell kérni. Akkor csak tudnunk kell az ő nevét. Nem elég mondogatnunk azt, hogy a Messiák, a megváltó, a felkent, vagy akármi. Van egy neve. Jehukadon 16.23 így szól, és azon a napon nem kérdeztek majd engem semmiről, bizony-bizony mondom néktek, hogy amit csak kérni fogtok az atyától, az én nevemben megadja néktek, mostanáig semmit sem kértetek az atyától, az én nevemben, kérjetek és megkapjátok, hogy a ti örömötök teljes legyen. Azaz az ő nevét tudnunk kell annak érdekében, hogy kérjünk, kérhessünk valamit az atyától.
arról szó sincs, hogy nem hallgat meg minket, ha nem tudjuk a nevet, vagy a név, az kizáró ok. Arról van szó, hogy ahogy az ember tanul és fejlődik, úgy egyre közelebb kerül az igazsághoz, és hajlandó megváltoztatni azokat a dolgokat, amelyeket korábban hitt az új információk tükrében. Jehukkanon 17:5-7 így szól. És most te dicsőíts meg engem, atyám, te magadnál azzal a dicsőséggel, amellyel bírtam te nálad a világ létele előtt. Megjelentettem a te nevedet az embereknek, akiket e világból nékem adtál. Nem mindenkinek, azoknak, akiket e világból nekem adtál. Tiéd valának, és néked adtam azokat, és te beszédedet megtartották. Mi az ő beszéde? Az ő beszéde a Tora, az instrukciói, azok az ő beszédei, melyek a Tanákban, az Ószövetségben vannak összefoglalva. Jehukkanon 17:17 megmondja, szenteld meg őket a te igéddel, a te igéd igazság. Az ő szava az igazság, az ő szava pedig az instrukciók a Tora. És az ő nevét jelentette meg a másiák az embereknek. Akik úgy járnak, azok értik, hogy ő ki, és azok megtudják ezeket a dolgokat. Jehukkanon 17:11-13 így szól, és nem vagyok többé a világon, de ők a világon vannak, én pedig te hozzád megyek, Kodás Szent Atyám. Tartsd meg őket a te nevedben, akiket nékem adtál, hogy egyek legyenek, mint mi. Mikor velük valik a világon, én megtartám őket a te nevedben, akiket nékem adtál, megőrizém, és senki el nem veszett közülük, csak a veszedelemnek fia, hogy az írás beteljesüljön. Az ő nevében tartotta meg, mint a Mássiák, mint pedig az Atya, hiszen az ő neve, Já, az örökkévaló. Ugyan itt 17:25-26, igazságos Atyám, és e világ nem ismert téged, de én ismertelek téged. És ezek megismerik, hogy te küldtél engem. Kik, akik megértik, hogy mi az üzenet? Hogy a bűn az, amit eltörött, hogy a bűntől szabadított meg minket, nem a törvénytől. A törvény az, ami megmutatja, hogy mi a bűn. És megismertettem velük, mit a te nevedet, és megismertetem, hogy az a szeretet legyen ő bennük, melyel engem szerettél, és én ő bennük. Az ő nevét ismertette meg, azt a karaktert, ami az Atya, az, ami kiadja, ami elvezet minket oda, hogy ki ő, az a név egyik része annak. Nem véletlenül foglaltatott benne a 10 parancsolatban. Nem mondhatjuk azt, hogy nem tudjuk a nevet, vagy nem fontos a név, vagy nem lehet kiejteni, mikor azt mondja, hogy hiába neved a szádra. Még az a fordítás is, ami nem is teljesen helyes, azt feltételezi, hogy tudjuk a nevet. Ha nem mondta volna meg, akkor minek ad egy olyan parancsolatot, hogy nem mondhatjuk ki az ő nevét, ha egyszer nem is mondta meg. Mutatnék még néhány random példát. Ez például Jehusa Józsué 7:9. Ha meghallják a kananeusok és a földnek minden lakói, és ellenünk fordulnak, és kiírtják nevünket a földről, kinek a nevét, Izrael földét, mit cselekszel majd te a nagy nevedért? Malakim Alef 8:42, mert meghallják a te nagyságos nevedet, és a te hatalmas kezed, és kinyújtott karodat, és eljövén imádkozánd e házban. A te nagy nevedet. Ez pedig mellesleg Malakim Alef a jövevényről szól. Malakim Alef 8:41-43, sőt, még az idegen is, aki nem a te néped, a Izrael közül való, ha eljövén messze földről, miért? A te nevedért. Csak azt ajánlom mindenki figyelmébe, olvass el ezt a három verset, és ha ezek után azt mondja, hogy a név nem fontos, akkor utána nézzen utána, kutasson tovább, és előbb-utóbb rá fog jönni, hogy nem véletlenül hangsúlyozza ki négyszer ebben a három versben. Számtalan másik van. Azt mondja, hogy az idegen eljön az ő nevéért. Tegyük fel, ez az ő hatalmát jelenti, mint ahogy a név jelent hatalmat is, vagy birtoklást, de nevet is szó szerint. Mert meghallják a te nagyságos nevedet, akkor ez is az ő hatalmát jelenti. Meghallják a te nagyságos nevedet, és a te hatalmas kezedet, és kinyújtott karodat, és eljövén imádkozánd ez házban. Ki? Az idegen, aki nem a te néped. Még ő is tudja a nevedet. Te hallgass meg a mennyekből, a te lakhelyedből, és add meg az idegennek mindazt, amiért könyörög, hogy mind az egész földön való népek megismerjék a te nevedet. Azért, hogy elvigye szerte a világon, hogy ez igenis Yahua a tetragrammaton, Yod-Heh-Vav-Heh, ő az egyetlen, aki a mennyekben lakik, aki az egész földet teremtette, aki mindannyiunk sorsát igazgatja és kijelentette a véget a kezdetektől.
ezt akarja, hogy tudják az ő nevét, és féljenek úgy téged, miképpen a te néped Izrael, és ismerik meg, hogy a te nevedről neveztetik ez a ház, melyet építettem. Jasrael. Ugyanezt ismétli meg második krónika, Divri Haimim Bet 6.32.33. Az idegen is, aki nem a te néped Izrael közül való, ha eljöven messzeföldről a te nagy nevedért, és a te hatalmas kezedért, és a te kiterjesztett karodért, mikor ide jutván könyörögnek-e házban. Te hallgass meg a mennyből, a te lakhelyedből. És add meg az idegennek mindazt, amiért könyörög hozzád, hogy megismerjék a földnek minden népei a te nevedet, és tiszteljenek úgy, mint a te néped is el, és ismerjék meg, hogy a te nevedről neveztetik-e ház, melyet én építettem. Tehelim Zsoltárok 99.3. Tiszteljék a te nagy és rettenetes nevedet. Kodes az, az ő neve szent. Az ő nevét tudnunk kell ahhoz, hogy ne ejtsük ki hiába. Jeremiáhu 10.6. Nincs hozzád hasonló Jahua. Nagy vagy, és nagy a te neved a hatalmadért. A neved a hatalmadért. A neve az, ami kifejezi a hatalmat. Az, hogy kihez tartozik az ember. Az a név az, amit szolgálunk. Daniel 9.18. Hajtsad én hatalmasságomat te füledet, és hallgass meg, nyisd meg szemeidet, tekints meg a pusztulásunkat és a várost, amely a te nevedről neveztetik. Mert nem a mi igazságunkban, hanem a te nagy irgalmasságodban terjesztjük előtte a mi esedezéseinket. Jelenések, Hígalú 11.18, és megharagudtak a pogányok, és eljött a te haragod, és halottak ideje, hogy megítéltessenek, és jutalmat adja te szolgáidnak, és a profétáknak, és a szenteknek, a kardusim, és akik a te nevedet félik, kicsinyeknek és nagyoknak, és elpusztíts azokat, akik a földet pusztítják. Még egyszer elmondom, ezt mindazok számára készítettem, akik szeretnék tudni, hogy mi a valóság, akiket érdekel, hogy közelebb kerüljenek az atyához. Ez vonatkozik rám, vonatkozik arra, akik hallgatják, és Reveal Hidden Reality-re ugyanúgy. Mindannyiunknak az kellene, hogy legyen a célja, hogy közelebb kerüljünk. Az egyetlen módja annak, hogy közelebb kerülünk az, hogyha elfogadjuk azt, ami le van írva elsősorban. Utána elfogadjuk mindazt, ami azzal összhangba hozható. Ami nem hozható összhangba, és ami ellentmondásos, az nem igaz. Az írás az alap igazság. Ez az, amihez minden mást mérnünk kell. Hogyha az összetűzésben van ezzel, vagy ellentmondásba kerül ezzel, akkor az egyszerűen nem igaz, és nem kell használnunk. Ezért nagyszerű az írás. Ezért mondja azt, hogy szövétnek a parancsolat, a tudomány világosság, az életnek úta a tanító feddésnek. A szövétnek a lámpás maga a parancsolat. Az az, ami elkalauzol minket a világban. Az mutatja meg, hogy jó úton járunk, vagy sem. Ez azoknak szól, akik keresik az utat. Hogy megértsék azt, hogy mi a különbség a két csatorna között, hogy ne legyen többet az a félreértés, hogy a kettő egy és ugyanaz az üzenet, nem ugyanaz az üzenet. Nagyjából ugyanaz az üzenet a világ, az új világrendről. Amit csinálnak az új világrendről, nagyszerű. Szerintem rengeteg embert felvilágosítottak, mint ahogy tudom, hiszen rengeteg ember elmondta. Azon kívül, amit az írásról van szó, azzal én nem tudok egyetérteni. Nem azt mondom, hogy ők rossz emberek, vagy tudatlanok. Én azt mondom, hogy nem egyformán értelmezzük a dolgokat. És ez egy fontos dolog azok számára, akik az utat keresik. Akik a szenzációt keresik, vagy az új világrendet akarják felfedezni, azoknak végül is mindegy. Akik az utat keresik, azoknak viszont hatalmas különbség van a két út között. És remélem, hogy ez sikerült valamennyire tisztázni ebben a videóban. Remélem, hogy hasznosnak találtátok a videót, mindenkinek a legjobbakat, és halleluja!